A Kiberma eheti epizódjában kipróbáltuk a hatalmas sikert aratott Ori második részét, amely nem roppant össze a várakozások terhe alatt. Új rovatunkban Endre elhozta nektek a hét legérdekesebb tech és gaming híreit. Technevelés Csitivel? Természetesen ő sem bírja ki a négy fal között edzés nélkül, így minden héten bemutat egy applikációt, amely segíthet nekünk az otthoni tornában. Utána néztünk a Folding Home összefogásnak, amelynek segítségével felajánlhatjuk otthoni gépünk számítási erejét a koronavírus elleni kutatáshoz. Valamint természetesen dübörög a Magyar Nemzeti e-sport bajnokság is, amelynek ismét megmutatjuk a legfrissebb eredményeit. Annak ellenére, hogy remélem velem együtt ti is főleg otthon voltatok az elmúlt hetekben, rendkívül sok érdekes dolog történt a gaming és a technológia világában, nézzük meg, mik voltak a legérdekesebb hírek az elmúlt héten. Emlékeztek még a 2018-as Spider-Man játékra, amit annak idején mi is bemutattunk, és azóta is többször beszéltünk róla, mint az egyik legjobb játékot talán, ami ebben az egész szériában megjelent. Egyszerűen imádjuk, és legszívesebben visszamennénk bármikor újrajátszani az egészet. Na abban nagyon durva kihívások voltak, ugyanis talán emlékeztek rá, hogy lehetett ilyen őrült sokáig kombózni, az azt jelenti, hogy egymásnál bevinni ütéseket, támadásokat, és egészen 40-50, meg stb. Ilyen nagyon magas számokig el lehetett menni. El is kellett menni, mert voltak olyan kihívások, amikhez azt kellett teljesíteni. De van egy egészen ultra nehéz kihívás, amihez gyakorlatilag a legnehezebb fokozaton perceken keresztül meg kell csinálnunk ezt a kombót, és nem szabad megakasztani, és még ráadásul a talajt sem érinthetjük kedvenc pókemberünkkel, tehát muszáj egyfolytában leengedezni, vagy lelógni valahonnan. Na, ezt a kihívást csinálta meg most valaki. A kihívást az Olympus Hideout nevű helyen sikerült megcsinálni, ahol egy jó esetben a rossz fiúkat lopakodva is el tudjuk intézni szépen egymás után. De ez még legkönnyebb szinteken sem egyszerű feladat, nemhogy nehéz szinten. A kihívás megcsinálásához pedig az Air-Yank nevű képességet lehetett használni, hiszen eznek segítségével hálóhintázás közben is föl lehet rántani a földre az ellenfeleket. Egy Wobzuben nevű játékosnak sikerült egyébként megcsinálnia, sokszor egy hajszálon múlott a siker vagy a bukás, tehát pont ettől olyan izgalmas az egész. Jó hírünk van a Call of Duty rajongóknak, hiszen a Modern Warfare 2 sem kerülhette el a sorsát, és egy remastered verzióban meg fog jelenni, ezt már régóta pletykálják egyébként, és most végleg kiszivárgott. Nagyon fontos, hogy csak a kampányt kapjuk meg, tehát a single player játékot kapjuk meg újrakeverve, a multiplayer pályák azok pedig úgyis egyéb életet élnek, hiszen azóta már rengeteg különböző verzióban megjelentek a különböző játékokban, újrakeverve, picit átalakítva, felújítva, stb. Úgyhogy aki nagyon szerette a kampányt a Modern Warfare sorozatnak, amik talán az utolsó jó kampányok, bár személyes véleményem, hogy a Warfare 2-nek speciál pont a végét én már nagyon eluntam, ez egy személyes vélemény, aztán utána már nem is nagyon folytattam őket, utána a Modern Warfare 3-ban, stb. De egyébként most lehet, hogy ránézek el az újrakevert verzióra, hiszen lehet, hogy annak idején én voltam olyan hangulatban, hogy valami nem tetszett. Úgyhogy a lényeg az, hogy jön a Modern Warfare 2 kampánynak az újrakevert verziója, mindenki kipróbálja PlayStation 4-en, Xbox One-on, valamint PC-n. És ha már elhangzott, hogy Xbox, akkor sajnos arról is beszélnünk kell, hogy az Xbox Game Studios-t is érintik a koronavírus okozta korlátozások. Természetesen ők sem tudnak ugyanúgy dolgozni, mint ahogy ez eddig megszokott volt. Elméletileg még nem jelentették be azt, hogy bármilyen játék fejlesztése emiatt csúszna, de valószínűleg ez sajnos csak idő kérdése. Olyan szempontból ez rendkívül rossz könyv az Xboxnak, hogy ők tulajdonképpen mostanában próbálják meg felvenni a versenyt ugye a PS4 belső fejlesztésű exkluzív címeivel, amik ugye hatalmas sikert taratnak folyamatosan, és már évek óta adós lenne az Xbox egy új saját exkluzív címmel, ami fel tudja venni a versenyt az imént említett játékokkal, úgyhogy reméljük, hogy ez nem fogja őket ebben akadályozni, hiszen abból mindenki profitálna, minden gamer, akár PS-es, akár Xboxos, hogyha mind a két cég fel tudna mutatni hasonló színvonalú fantasztikus játékokat, hiszen akkor éleződne a verseny, izgalmas lenne megint, akár árak is lejjebb szállhatnának, ugye, hiszen egymásra kellene licitálni, szóval mindenképp jót tenne mindenkinek, hogy az Xboxnál is lennének ilyen címek, reméljük, hogy ezek be fognak tényleg következni. A Jedi Academy is kijött PS4-re és Switch-re is, aminek nagyon örülünk, hiszen a Vala volt egy legjobb Star Wars játékról beszélünk, de került egy kis gigszer a gépezetbe, ugyanis képzétek el, hogy a multiplayer módok is tökéletesen működnek a Switch-es és a PS4-es verzióban, ami ideig nagyon jó, hiszen rendkívül jó multiplayer módja volt az eredeti PC-es játéknak is, hiszen a fénykardokkal és a különböző fénykardmechanikákkal iszonyatosan jókat lehetett egymás ellen küzdeni, de egy olyan probléma történt, hogy az IP cím ismeretében a PC-s játékosok is be tudnak csatlakozni a konzol szerverekre. Na most, ugye
Mondani se kell, hogy az egészebb billentyűzet már eleve egy hatalmas előny ugye multiplayer játékoknál, hiszen sokkal jobban lehet velük célozni, meg sokkal gyorsabban lehet őket ugye jobbra-balra rángatni, akár még ilyenek. Peasants, I bring news! Join me in PC gaming and ascend to godhood! For you are weak and I am mighty! De most képzeljük azt el, hogy hát a PC-s játékosok között olyan veteránok vannak, akik tényleg Jedi mesternek számítanak, még a Yoda se tudná őket legyőzni, komolyan mondom, és akkor belép valaki Switchen, ugye, aki életében először játszik kb. Játékkal, de megnézzük milyen a multi, és akkor egy őrült Jedi mester, aki konkrétan 17 éve ez a játékkal játszik, az egy pillanatot lekaszabolja, szóval ebből voltak kis problémák, de hát Istenem, ilyenek előfordulnak. Egyébként az alapvetően néme játéknál egy kifejezett pozitívum szokott lenni, hogyha a konzolosok és a PC-sek együtt játszhatnak, de van, ahol ez nem a legjobb ötlet, majd meglátjuk, ez mire fut ki. Lehet aztán, hogy pár év múlva majd össze lehet őket ereszteni, de az biztos, hogy most még egyelőre, hogyha Switch-esként vagy PS4-esként most belépsz a szerverre, akkor ez történik. Hello darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping. A gaming világ után pedig jönnek a tech világ hírei is, és kezdjük egy szomorú hírrel, ugyanis fel kell készülnünk arra, hogy valószínűleg hatalmas áremelkedések jönnek a hardware piacon. Ez ugye annak köszönhető, hogy hát a koronavírus miatt ugye félelmetesen nagy leállások vannak a világ minden táján, és hát eddig is voltak már arra példák, hogyha mondjuk Tajvanban földrengés volt, akkor felmentek a memóriárak, vagy felmentek a Winchester árak, szóval eddig is már voltak ilyen hatások, és hát akkor most el se tudjuk képzelni, hogy a koronavírus miatti hatalmas leállások miatt ugye milyen dolgok fognak bekövetkezni. Úgyhogy arra kell felkészülnünk, hogy a közeljövőben videókártya, illetve egyéb bármilyen fronton, vagy a mobiltelefonos fejlesztéseknek is a különböző részén ugye csúszások és áremelkedések lesznek. Már most bejelentette egy pár fejlesztő, többek között akár az Apple is, hogy egészen biztos, hogy nem tudják tartani azt idén is, amit minden évben, hogy a szeptemberi bejelentéskor majd rögtön lehet kapni például a telefonokat, tehát már most több hónapos csúszásra számolnak, és hát ki tudja, hogy mi fog történni, hiszen mindig az elején vagyunk a dolgoknak, szóval belegondolni is szörnyű, illetve hát ugye természetesen amiatt, hogy mindenki otthonról dolgozik, emiatt a laptopok ára is félelmetesen ugye kezdenek felmenni, a tabletek, laptopok. Egy olyan fülest is hallottam, hogy egyébként rengeteg nagy kereskedésben már üresek a polcok, úgyhogy hiány is várható valószínűleg. Úgyhogy mindenki számoljon azzal, hogy ha esetleg meg akart venni valamit, és megteheti, mert olyan anyagi helyzetben van, meg a munkát biztosított, akkor lehet, hogy jobb most megvenni, és nem várni arra, mert ki tudja, hogy jönnek-e újabbak, illetve hogy mennyivel fog megemelkedni az áruk. Úgyhogy meglátjuk, hogy mit hoz a jövő. De ez a témával mi minden héten foglalkozni fogunk, mert ez mindannyiunkat komolyan érint. Ezek voltak a hét legérdekesebb tech és gaming hírei, jövő héten folytatjuk. Már 400 ezernél is több új felhasználó csatlakozott a világméretű koronavírus kutató projekthez. A Stanford Egyetem indította a Folding Home nevű akciót, amihez bárki kapcsolódhat gépkapacitásával. A lényeg, hogy nem egy nagy, méregdrága gépnek kell dolgoznia, hanem a világban sok-sok hálózatra kapcsolt kis gép dobja be számítási kapacitását. Sok kicsi, sokra megy. Néhány nap alatt a 100 petaflops teljesítményről 474 petaflopsra, vagyis már lassan ötszörösére emelkedett a világ legnagyobb közösségi számítógépének kapacitása. De mit is kell ennyire számolni? A vírussal megtámadott tüdősejtek lehetséges térbeli alakzatát, ugyanis a koronavírusos fertőzés első jelei a tüdőben láthatók, amikor a vírus felszínén lévő koronaszerű tüskefehérje hozzákapcsolódik a tüdősejtjeihez. Sajnos ez az alakzat folyamatosan változik, ezért a többi proteinforma alakulását is szimulálni kell a gyógyszer megtalálásához. A Folding Home arra kéri az otthoni géptulajdonosokat, hogy az üres gépkapacitásukat dobják be a közösbe. Ehhez egy programot kell letölteni, ami figyeli, hogy mikor nem dolgozik a gép, például éjszaka, vagy a kijárási korlátozások miatt komplett iskolák is csatlakozhatnak a programhoz. Az ötlet nem új. A Földön kívüli intelligenciát kutató SETI program is igénybe vett már osztott gépkapacitásokat. Akkor a végtelen csillagok között kereste azokat, amelyek környezetében lehetséges a földihez hasonló élet. A rendszer jól működött, de a Földön kívüli életet még nem találták meg.
Kezdenek belerázódni Magyarország legjobb e-sportolói a folyamatos küzdelmekbe. Nem véletlen sikerült akár a papíron esélytelenebbeknek is oda pörkölni a bajnok aspiránsok orra alá. Ez történt a KNTH Magyar Nemzeti e-sport bajnokság negyedik hetében. Topidre gyorsan kitör, AVP még nincsen nála. Cségó. A negyedik fordulóban hosszú napnak néztek elébe a csapatok, ugyanis pótolniuk kellett egy korábban elhalasztott KMK Wild ütközetet. Az eredmény igencsak egyoldalúra sikeredett, mégpedig a Wild javára. Ezt követően a Level Up eSportson is 16-4-es pusztító végeredménnyel gyalogoltak át a vadak. A KMK is dupla mérkőzésre készült, így másodjára a Givu ellen kellett bizonyítaniuk, ám ezúttal sikerrel vették az akadályokat. A nap legnagyobb meglepetése a Békéscsabai eSport Egyesület és a tavalyi szezon ezüstérmeseinek küzdelme volt. A Genesisnek végre sikerült Magyarország egyik legjobb mesterlövészét, Domoszlai Kolor Ádámot is a kezdőötösükben tudniuk, és még ő sem volt elég a győzelmükhöz. Az esélytelenebbnek hitt békéscsabaiak spártaiak módjára küzdöttek és arattak győzelmet a torna egyik legjobb csapata ellen. A nap legvégén a Salamander és a Budapest Five csapott össze Newcon. A budapestieknek bár sikerült pontosan annyi kört szerezniük a Salamander ellen, mint eddig három fordulóban három csapatnak, de azért lássuk be, hogy 9 kört sem hívhatunk szoros küzdelemnek, így a Salamandrák ismét bizonyították óriási fölényüket. Cassiopeiával szemben szerintem egy jó koll a Tristanának beküldése a középső ösvényre, függetlenül, hogy nem... League of Legends. Fél időhöz érkeztek a csapatok, de ez nem jelenti azt, hogy innentől egyoldalú meccsekre kéne számítani. A Wanderstag úgy vezeti még mindig veretlenül a tabellát, hogy 3 meccs az előnyük a közvetlen riválisokkal szemben. A meglepetést ezúttal is az Afterglow szállította, mivel sikerült feladásra kényszeríteniük a Green Ravens-es srácokat, ezzel a bravúr győzelemmel felzárkóztak túros tésztáék a Hollók és a Team Plague mellé. Az alsóbb régiókban továbbra is jó formában játszik az Illés Spirit, akik, ha így folytatják, képesek lesznek rövid időn belül ellépni a KMK-tól és a Royal Gamers-től. Az IPON THR továbbra is keresi az első győzelmét, amire remélhetőleg már nem kell sokat várniuk. Továbbra is messze van még az alapszakasz vége, de egyre kevesebb a hibázási lehetőség, főleg azon csapatok számára, amelyek élet-halál harcot vívnak a még rájátszást érő helyekért. Mindenképpen számítok rájuk, de ugye az a baj, hogy akárhogy nézem, a Monkey mindig jól játssza meg a pozit, pedig már kellett moszorolniuk, ők most az... PUBG. A KNTH MNEP PUBG az alapszakasz egyharmadánál tart. A negyedik forduló után még mindig a Grim Ravens áll az összesített tabella élén, bár a Pizza Monkey hétről hétre egyre közelebb ér hozzájuk. További csavar, hogy most először a bajnokság esélyesének tartott Grim Ravens nem jutott be az 5. zárt fordulóba, ami azt jelenti, hogy a Pizza Monkey játékosainak most pénteken kitűnő lehetősége nyílik az első hely megszerzésére. A pizzás fiúk múlt hét pénteken a 4. zárt fordulóban megszerezték a 2. forduló győzelmüket, így már másodjára zsebelhették be a kupa sorozat motivációs díjazását. Próbál az élre törni a Budapest Five. Az összesített tabellán 2 helyet javítottak, így jelenleg bronzérmes pozícióban vannak, de mindössze egyetlen ponttal van tőlük lemaradva a Genesis Gaming. A 4. zárt forduló több kaotikus harcot, feszült pillanatot hozott el a nézőknek. Láthattunk olyan akciókat, ahol érvényesült az aki másnak vermetás közmondásunk, emiatt pedig az egyik legfordulatosabb meccsnap volt a március 27-ei. Az 5. zárt fordulóban ismét lesznek új nevek, és a Grim Ravens hiányzásából eredően szinte biztos, hogy átrendeződik az élmezőny. Köszönjük egy új csapat, aki nagyon ígéretes, és látjuk, hogy hétről hétre fejlődnek, ezen kívül pedig... Rainbow Six Siege. Papíron egyetlen mérkőzés tűnt szorosnak. Mégis elképesztően meglepő és fordulatos volt a 4. forduló. Az első párharcban a Team Plague könnyedén nyert a Nevermore Gaming ellen. Az első félidőben még ugyan tartotta magát az NMG, végül védő oldalon nem sikerült felzárkóztatniuk ellenfelük offenzíváit, és 7-3-ra kikaptak. A nap szenzációját a Volgár szállította, hiszen a címvédőt sikerült 2 várra fektetnie. A Wild bár erősen kezdett és nagyobb előnyre tett szert, szép lassan visszaesett, míg a Volgár játékosai Sukár vezetésével átvették az irányítást, pazarjátékukkal az utolsó körökben megfordították az állást és 7-5-tel begyűjtötték a 3 pontot. A meglepetések napja folytatódott, miután az eddig még nyeretlen Illés Akadémia Spirit a Budapest Five-ot intézte el elég komolyan. Elképesztő fregeket szerezve, szinte simán 7-3-ra gyűrtek le egy erősebb riválist. A Salamander a játéknap végén nem esett abba a hibába, hogy kevésbé koncentrálva álljon ki, és összehozták a KNTH MNEB első hibátlan meccsét.
A levelebb ötöse igyekezett derekosan helytállni, de a két fél között nagy volt a különbség. Így a Salamander 7-0-val letudta az összecsapást, és ezzel egyedül vezeti a bajnokságot. Na, 2-4. Azt mondjuk. Az nem rossz, mert végül is... Hearthstone. De az Hackers házi döntőt rendeztek a K&H MNAP Hearthstone kupasorozatának második állomásán. Jubel és Amida összecsapása végül egyoldalú mérkőzéseket hozott 3-0-val, Jubel vitte el a maximálisan megszerezhető 25 pontot és a fődíjat. Az összesített ranglistán az első kupa győztese Wunkler és a második forduló bajnoka Jubbe fej-fej mellett haladt az élen 32 ponttal, de nagyon szorosan követi őket egy 30 pontosakból álló hatos fogat. A mostani időkben ugye nagyon fontos, hogy otthon maradjunk, és hogyha már a négy fal közé be vagyunk zárva, akkor igenis érdemes a szabadidőnket pozitívan eltölteni, akár mondjuk edzéssel. Ugye nagyon sokan nem szeretnek edző, vagy akár pontos utasítások hiányában edzeni, de hát pont erre találták ki a telefonos applikációkat, és most a következő hetekben minden héten egy edzéssel kapcsolatos telefonos applikációt fogunk letesztelni. Első körben a Seven-t nézzük meg, hogy mit is tud valójában. Letöltöttük a Seven nevezető applikációt. Itt automatikusan az első kérdése az appnak, hogy mit szeretnénk elérni, mi a legfontosabb célunk ugye az edzéssel, a fittségi, az állóképességünknek a fejlesztése, erősebbek akarunk esetleg lenni, vagy mondjuk hát súlyt szeretnénk veszteni. Én momentán súlyt szeretnék veszteni, kockahasat építünk, úgyhogy ahhoz nem feltétlenül a Get Strong, hanem inkább a Lose Weight lesz az én megoldásom. Hoho, azt is be tudjuk állítani, hogy hány órakor akarunk edzeni. Egyébként ez nem rossz, mert azért egy ilyen időszakban, amikor az ember be van zárva a lakásba, nagyon fontos az, hogy legyen valamilyen szintű támpontja a napjában. És hogyha én mondjuk beállítom azt, hogy én reggel 10 órakor akarok edzeni, már pedig ezt beállítottam, az azt jelenti, hogy akkor én még tudom azt, hogy 7:30-8 óra körül legkésőbb meg fogok reggelizni, és 10 órakor jelezni fog az applikáció, hogy igenis hoppá, menni kell edzeni. Itt vagyunk a főmenüben, ahol különböző challenge-ek, különböző kategóriák és különböző fókuszálások vannak feltüntetve. A challenge-ek között van például teljes test, felsőtest, alsótest, core training, zsírégetés, kardió, erőállóképesség, szóval tényleg nagyon sok különböző módon tudunk edzeni, és azért tetszik nekem ez a program, annak ellenére, hogy nem láttam még, hogy milyen feladatok vannak, mert tényleg specifikusan ki lehet választani azt, hogy nekünk mi lehet a szimpatikus. Úgyhogy én most egy első körben ki is választom a teljes testet. Van nekünk egy ilyen 30 napos kis táblázatunk, mint hogyha lenne egy naptárunk, és a naptárunk első napjára tudok ráklikkelni, és már is elindulhat adott esetben az első edzés. Nézzük, hogy mit akar mutatni nekünk ez az első edzés. Let's go. Na, hát hogyha eddig azt mondtam, hogy nincsen edzőnk, most már van edzőnk, még sípja is van. No, ugye az applikáció neve Seven, nagyon logikusan kitaláltam, hogy valószínűleg azért Seven, mert hogy ez egy 7 perces napi ilyen edzés formát akar nekünk összerakni. Szóval benne vagyunk ugye az első napban, és itt láthatjuk, hogy milyen feladatok lesznek, le vannak ezek szépen írva, és ugye ha belelépünk a feladatba, akkor látjuk azt is, hogy pontosan hogy kell elvégezni ezt a gyakorlatot, és alatta 2-3 sorban, 2-3 intelemmel meg van mutatva, meg van mondva nekünk, hogy pontosan hogyan kell jól elvégezni ezeket a gyakorlatokat, és ez nem feltétlen baj, hogyha az ember tényleg tudja, hogy mi a helyes elvégzése egy gyakorlatnak, és mondjuk nem fog meghúzódni. Bejelentkezünk, beállítunk mindent, akkor látjuk azt, hogy melyik napokon edzettünk, látjuk azt, hogy hány percet edzettünk, mindenféle kimutatást megkaphatunk egészen egy ilyen 7 hónapos challenge-et végig lehet nyomatni, tökéletes kimutatásokkal, statisztikákkal. Most, hogy láttunk már nagyjából mindent, és tudjuk azt, hogy mi a célunk, tudjuk azt, hogy mit adhat ez az applikáció, hát kezdjünk edzeni. 12 feladat, 7 perc, 50 másodperc, van nekünk egy ilyen start workoutunk, ezzel elindítjuk, 3, 2, egy visszaszámlálás,
Let's go. És nekem ugrálnom kell, jó? Most akkor gondolom rámegyünk a combra. Már csak 22 másodperc. Még jó, hogy egész jó állapotban vagyok. Csúcsformában vagyok. Megváltás jelentő utolsó mondat, amikor azt mondja, hogy végeztünk, visszaszámolt az utolsó feladatból is 3-2-1-et. Van nekünk itt egy ilyen kis végemenünk, lehet értékelni az edzést, milyen volt az edzés, nagyon könnyű, jó vagy csúcskemény. Én ezt most a jóra fogom értékelni, és nem azért, mert nem volt csúcskemény, hanem azért, mert most nem tudtam még ezért teljes mértékben oda tenni magamat. Szerintem, hogyha ebből 3 kört csinálnék, akkor lenne tökéletesen patika, de azért ez így elsőre szerintem nagyon rendben volt. Összességében az a helyzet, hogy nekem nagyon tetszik az, hogy az applikáció végig fogja a kezemet, és amikor éppen gyakorlatot végzek, akkor nem kell, hogy az applikációra tekintsek, mert hogy folyamatosan, hangosan szóval és sípszóval egyszerre jelez, hogy mennyi van még hátra a gyakorlatból. Érdemes az edzés előtt megnézni azt a 10-12 vagy ahány gyakorlat éppen benne van a napi penzumban. Érdemes végignézni a gyakorlatokat, mert 10 másodperc nem elég egy teljesen új gyakorlat felfogásához, hogyha nem ismerjük ezeket a feladatokat, úgyhogy előtte érdemes megnézni, átnyálazni, és innentől kezdve el lehet kezdeni edzeni, és szerintem az egyik legjobb applikáció, amit valaha láttam, a Six Pack Challenge-re. Amikor 2015-ben megjelent az Ori and the Blind Forest, lényegében mindenki meglepődött, hiszen bár már a kezdeti kikerült képek és előzetesek is látványosak voltak, ekkora sikerre talán senki nem számított. Az Ori nem csak kivételesen jó játékmenetével nyűgözött le mindenkit, hanem platformjátékokhoz képest meglepően mély és megható mondani valóval bíró történettel is rendelkezett. Valamint ez a kicsit furán megfogalmazható, nyitott világú, szabadon bejárható térkép is szokatlan volt egy platformerhez képest, amikben általában egymás utáni pályákon kell átverekednünk magunkat. Ori maga egyébként egy fehér szellemlény, akit az első rész elején gondozni kezd egy Naru nevű lény, aki sajnos a környezetet érintő katasztrófák következményeként éhen hal. Így Orinak fel kell kerekednie és felfedeznie az erdőt. Utolsó energiáival sikerül elérnie a lélekfát, amely új erővel tölti fel, így képes lesz elindulni kalandjai hosszú sorára. A második részben minden jó dolog visszatért, ami az első részt is jellemezte. Az Ori and the Will of Wisps megtalálja a legjobb ellensúlyt élet és halál között. Feltölti a szívedet örömmel egy pillanatra, hogy aztán a következőben pedig teljesen összetörjön. A fejlesztők játszanak a játékosok érzelmeivel, amikor ez csak lehetséges, hiszen egyszer egy tökéletesen felépített dramaturgiai pillanatban a főhősünknek meg kell mentenie egy barátját, ugyanakkor ez a pillanat arról is szól, hogy körömtépő helyzetekben kell másodpercre pontosan ugranunk jobbra-balra. A második rész talán egy kicsit még jobban dizájnolt felépítéssel dolgozik, mint az első, és több olyan pillanata van, amikor direkt játszik a feszültséggel. Ez a játék nem azoknak készült, akik könnyen feladják, valamint tényleg szükségünk lesz némi ügyességre, ugyanis nem elég csak rájönnünk arra, hogy hogyan kell megoldani egy ugrálós feladatot, hanem képesnek is kell lennünk végrehajtani ezeket. Orinak szüksége van ugrásra, dupla ugrásra, hogy forogjon, hogy csúszson, hogy felkapaszkodjon különböző objektumokra, és a legtöbbször mindezt egyszerre kell csinálni össze-vissza forogva.
Ezek a helyzetek nagyon sokszor ki vannak centízve, és feszegetik a játékos képességek határát, de mindig pont annyira, hogy jó érzés végrehajtani őket. A fejlesztő csapat szerencsére nem vett vissza az előző rész nehézségéből, így újra és újra veszíteni fogunk folyamatosan. De az új checkpoint rendszer miatt gördülékenyebb lehet a haladás, hiszen ezek miatt kissé megbocsájtóbbnak érezzük a rendszer. Ezek az ellenőrző pontok mindenhol megtalálhatóak, és ha épp végig csináltunk egy nehezebb ugrálást, biztosan lesz egy mentés. Csak néha eljutni ezekhez egy kicsit stresszes. A játék egyetlen része, ahol nincs mentési pont, azok a menekülési szakaszok. Ezek a kaotikus részek természetesen visszatérnek, ahol menekülnünk kell például egy felénk hömpölygő víztömeg elől. Itt a másodperc tört része alatt kell gondolkodnunk és megcsinálnunk a tökéletes mozgást. Ezeket a szakaszokat szinte biztos, hogy visszafojtott levegővel fogjuk teljesíteni, ugyanakkor viszont talán könnyebb látni a helyes utat, mint az első részben, ahol néha elsőre csak mereztettük a szemünket. Persze még mindig nagyon nehezek, de sikerülniük kell egy pár próbálkozás után. Maga a történet arra fókuszál, hogy megpróbáljunk megkeresni egy aranyos baglyot, Q-t, de időnk nagy részében erősíteni akarjuk és fogjuk karakterünket az egyre nehezedő kihívások miatt. A játék bevezető szakasza szépen vezet minket, hogy belerázódjunk, de aztán kinyílik a világ és a játékosnak magától kell rájönnie a dolgokra, illetve a helyes útra. Folyamatosan fel fogjuk fedezni a dolgokat, és figyelnünk kell a környezetünkre, amikor azt gondoljuk, elérhetünk valahová. Ori mozgása fantasztikusra sikerült, egyszerűen megunhatatlan, és nagyon jó látni, ahogy egyre fejlődnek lehetőségei. Ez fontos is, hiszen gyakorlatilag egy ilyen felfedezős platformjátékban ezen áll vagy bukik minden. A térkép is nagyszerűen működik, és segít nekünk nyomon követni a fejlődésünket, valamint vizuálisan megmutatja azokat a helyeket, amiket még nem tisztítottunk ki teljesen. Ha el is akadnánk, a szürke részeken lehet látni, hogy valószínűleg ott van a válasz. Az erdő azt az érzetet adja, hogy egy egybefüggő labirintusban vagyunk, még akkor is, hogyha a különböző helyszínek másképp néznek ki. A felfedezhető új képességek variációi nagyon érdekesek, élvezetes használni őket. Meglepően sok képességet kaphatunk a harccal kapcsolatban, amik előre haladva egyre nagyobb szerepet kapnak a játékban. A játékosok használhatnak spirit shardokat arra, hogy megerősítsék a támadásokat, illetve Ori alapképességeit is, például, hogy 25%-kal kevesebb sebzést kapjon, vagy képes legyen arra, hogy gyorsabban lője ki a lövedékeket. Ezek a sárdok szintén tudják erősíteni az olyan képességeket, mint például a dupla ugrás, amitől az egy ütköző támadássá válik, vagy a spirit arc, ami onnantól három lövedékké válik szét. Ezek az RPG-szerű elemek szintén nagyszerűek, és arra ösztönzik a játékost, hogy felfedezzen minden területet, illetve megküzdjön minden ellenféllel. Azért is érdemes minden fejlesztést összeszedni, mert nagyon sokat tudnak segíteni a fő ellenfelek során. Hiszen legtöbbször előfordulhat, hogy alig tudjuk levenni az életereje felét, de aztán visszatérünk erősebben, és elsőre sikerül legyőzni őt. Ez is egy lényegében egy platformjátékra eddig nem jellemző, és inkább RPG-szerű taktikázást, érdekes mélységet adott a játéknak. Hiszen eldönthetjük, hogy gyengébben megyünk neki egy harcnak, és addig tökéletesítjük a mozgásunkat, kitérésünket, hogy sokadikra összejön, vagy helyette inkább elmegyünk és visszajövünk sokkal erősebben felkészülve a küzdelemre. A gyors utazás is remekül működik, de egyébként érdemes minden területen szépen végigmenni akár többször is, hiszen rengeteg mellékküldetés lehet útközben. Például segíthetünk újjáépíteni egy kis falut, ahol aztán kis nyugalmunk lehet fejleszgetni, illetve ezen kívül is rengeteg melléktartalom teszi még élvezetesebbé a felfedezést. Összességében a történet és a világ fantasztikus, de még ezeknél is jobb a játszhatóság, ami mind igaz az ugrálós részekre és a küzdelmekre is. Olyan szempontból minimálisan vesztett ártatlan bájából a második rész, hogy immár az első rész sikere után egy sokkal nagyobb várakozás és stratégia építette fel sokkal tudatosabban a játék megjelenését, de szerencsére az Ori második része nem vesztette el egyedi erősségeit. Reméljük, még sokáig meg tud maradni ez az immár sorozat ebben a sokszor kicsit úgy érezzük egy kaptafára készülő játékok világában.